Már szépen sorakoznak a palánták a fűtött fóliák alatt. A hideg januárnak köszönhetően a termelőknek nem volt könnyű dolguk az év elején, hiszen a fagyok miatt később kezdhették el a munkát. Jelenleg a csemeték nevelése, kiültetése és a magolás folyik. Persze ezek aktualitása növényenként eltérő. Ennek megfelelően más-más időszakban ültetik ki a palántákat. A paradicsomos gazdák január közepén kezdték el a magvetést, az uborkások pedig most február elejétől nevelik a magokat, illetve nevelnek palántát. 60 és környékén jellemző tájegységek vannak, így Boldogon a paprika és a paradicsom, míg Csányon az uborka és a tök élvez prioritást. A szakemberek azt mondják, a dugványoknak kellő mennyiségű napfényre, melegre és párára van szükségük, hogy megfelelően növekedjenek. A fólia munkák után pedig májusban már a piacokon vásárolhatjuk a termelők zöldségeit.